Sziasztok, húsikáim! Az előző epizód is tetszett nektek, úgyhogy ismét jelentkezek nektek, hogy erőt szolgáltassak, segítsek és gyógyítsak nektek. Cserébe ezért ti kifizetitek az életeteket is. És újra eljöttem, hogy fizessétek ki a gatyátokat is arra, hogy én itt hablatyoljak hülyeségeket. Mennyire jó, ugye? Na, hát az előző részben, ne haragudjatok, akkor rendeztük még be itt ezt a stúdiót, hogy én tudjak nektek itt jósolni és segítséget nyújtsak. Kicsit hát igen, itt-ott kupi volt, de most már sikerült a repülőszőnyegeket mindent innen eltüntetni. Úgyhogy mostanra sikerült mindent elpakolnunk, örülünk, mellesleg lesz biztos repülőszőnyeg tanfolyamunk is. Természetesen nem olcsó, de aki megtanul, az nagyon vagány lesz. Ha szeretnél jelentkezni, akkor minél hamarabb, mert a jegyek nagyon, meg a helyek annyira betelnek, jegyek elfogynak, hogy kész, és utána soha többet nem lesz ilyen tanfolyam. Ezt tudhatod, nagyon jó. Tehát akkor a mai epizódban, amit mi fogunk csinálni, az előző részben is megmutattam nektek, hogy akár a földgömb segítségével az univerzumba hogy lehet jeleket küldeni és fogadni, hogy a betegségeket meg tudjuk gyógyítani. Egészséges életet tudj élni, amit te megálmodsz, azt valósíts meg. Ez minden sikerülhet, tudjátok. Csak akarat kérdése, és természetesen be kell telefonálnod, hogy itt engedélyt adjunk rá az univerzum segítségével. Úgyhogy most meg egy nagyon picit várnunk kell, nem tudom, hogy megy. És már hallom is, hogy csörög a telefon. Halló, tessék! Halló! Üdvözlöm! Kihez van szerencsém? Jó napot! Repülő József vagyok. Üdvözlöm, József! Abba szeretném kérni a segítségét, hogy hogy lehet repülőnek lenni. Igen, hogy maga repülő szeretne lenni. Így van. Aha, értem. A Liszt-Ferenc repülőtérről telefonálok. Hát nem lehetetlen a kérdés, vagyis a kérés elnézést, amit szeretne. Én úgy látom, hogy van rá lehetőség. Mondjuk itt adul, látok egy kis veszélyt. Ajaj. Ez valószínű, azt jelzi, hogy nagyon sokba fog ez önnek kerülni. Ó, hát az ne legyen. De amiatt csak, hogy ugye, hát ilyenkor engedélyt kell kérnünk az univerzumtól, és az univerzum megadóztatja ezt, ugye? Ez rajtunk keresztül működik, azért emelt díjas a telefonszámunk. Jó, lehetne aladni, mert mindjárt megy a gépem. Persze, csak itt nézem még, hogy hogyan tudnánk a legjobban kivitelezni. Na, nézd gyorsabban akkor. Szerintem napi 3 gerinc simogatás lenne szükséges, tehát hogy ön álljon a falhoz egyenesen, és jó, gerincét kell simogassa, természetesen szeretettel. Jó, nem érdekel. Áramoljon belőle, és valószínű, hogy ez egy hét után annyira segíteni fog önnek, hogy tudni fog repülni. Na jó, mégis érdekel. Köszönöm szépen a tanácsát. Mégis érdekel. Köszönöm szépen, meg fogom fogadni a tanácsát. Rendben, nagyon szívesen. Én szerintem ez nagyon-nagyon sikeres hadjárat lesz. Ha véletlen mégse, tessék nyugodtan visszatelefonálni. Rendben, majd. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Viszonthallásra. És látják, hogy milyen egyszerű, hogy boldog kivitelezett élete legyen? Ennyibe kerül az egész csupán. Egy pár perc hívás. Több ezer forintért. Hát nem megéri? Hát annyira jó ez az egész. Tessék telefonálni gyorsan, tessék feliratkozni és meg lájkot küldeni. Akkor is boldog életed lesz. Most én úgy érzem, hogy ez egy univerzum sugallat volt. Én most azt látom, hogy még lesz ma egy vendégünk, akinek tudunk majd segíteni. Én úgy gondolom, hogy olyan problémái lesznek, hogy többet szeretne mozogni. Valószínű, de majd látjuk. Most várunk még kicsit. Na tessék, és már is csörög a telefon. Halló, üdvözlöm! Halló! Üdvözlöm! Kihez van szerencsém? Jó napot! Tudja, ki vagyok? Nem, azért kérdezem, hogy kihez van szerencsém. Nem tudja, ki vagy. Én Lángos Kenyér vagyok. Lángos Kenyér? Melyik nevén szólíthatom? A Jocin. A Jocin. De az nem is volt a neve, a Lángos Kenyér. Hát de Kenyér. Lángos József. Úgy hívnak. Ja, érte, akkor most Lángos József. Így akkor van. Az a kenyér az mit keresett ott? Én azt nem látom itt az univerzum. Én sem. Külben. Na, abban szeretném kérni a segítségét, hogy sokkal többet szeretnék mozogni. Ezt mondtam. Ez a sugallat volt. Látjátok? Mondtam. Hát jó, rendben, segíthetünk a problémán. Először az érdekel engem a legjobban, hogy mi miatt nem tud annyit mozogni.
Ha már sok lángost teszek. Jaj, értem. Hát igen, ez benne van sajnos. Ilyennel már találkoztam. Ez egy életmódváltó program keretén belül tudnánk esetleg megbeszélni, hogy mi lenne ennek a folytatása, hogy tudjon többet mozogni. Jó. Ez természetesen úgy működik, hogy eljön ide a stúdióba, van egy, hát egy apró, egy pár ezer forintos belépő. Mi? És... Mennyi? Pár ezer forint, 15 000 forint a belépő. Ide bejön, és akkor átbeszéljük, hogy nem kéne több lángost tegyen igazából. És mit beszélünk át? Tehát ezt kéne megbeszéljük, de én most úgy gondolom... De mit beszélünk át? Egy pillanat csak, most jött egy lökés a galaxisból, túlon túlról, hogy... igen, én ezt éreztem, a köhögés. Hogy... Ez tudja, ez az energiák, hogy felszabadulnak. Jó van. Mindjárt lemerül a telefonom, kérem. Rendben. Én azt mondom, tessék ellátogatni hozzánk a stúdióba. Jó, rendben, elfogok. Jó. Kenyér okay. Utca 42 per A. Rendben. Okay. Itt várjuk szeretettel, és Viszont hallásra, szép napot. Jó, ez is egy nagyon jó példa volt, arra látják, hogy mindenre van megoldás, minden megváltoztatható. Ha esetleg valaki kényszerevő, és szeretne többet mozogni, el kell ide jönni csupán, egy pár ezer forinttal legomboljuk, és semmivel nem lesz jobb az egész. Annyira megéri, nem? Hát tessenek most indulni, Kenyér utca 42 per A, vagy csupán hívjanak most, és én tudok mindenbe segíteni. Úgy gondolom, hogy az energiák és az univerzum segítségével minden lehetséges. Úgy hallom, már megint csörög a telefon, de jó, hogy ennyien vannak a birkák. Üdvözlöm, halló! Szia, te vagy az kicsim, te vagy? Kivel vagy, kicsim? Kivel vagy, mondjad? Én Galaktikus Gábor vagyok, üdvözlöm. Ki vagy? Mibe segíthetek? Mi én a problémája? Én feleségemet keresem, te szerencsétlen. Ki vagy te? Én Galaktikus Gábor vagyok, üdvözlöm. Hol vagy? Kenyér utca 42 per A-ba. Hol megyek oda, mi szétrugom a seggedet, mit csinálsz? De miért? Nyugodtan, egy pillanat. Mit csinálsz a feleségemmel? Na, mindjárt ott vagyok. Bepattanok a kocsiba. Azt a mindenit. Ez... Srácok, ez is benne volt az adásban? Ó, hát elnézést kérek, ez nem egy szokványos dolog volt, én szerintem félre tárcsázott, néha lehetséges ez is. Mivel ugye az energiák itt nagyon dúlnak, nagyon sok embert vonzunk ide, és valószínű, hogy emiatt lehet ez is. Ennél már sokkal nagyobb konfliktust is megéltünk itt a stúdióban. És én úgy gondolom, hogy ismét jött egy sugallat, hogy ezt most be kéne fejezzük ezt a videót. Gabi, te vagy az a Gabi? Téged hívtalak? Igen. Hol a feleségem? Hol a feleségem? Nincs. Milyen? Srácok, vigyétek ki! Nem. Üljél le, gyere vissza. De mi történt? De mi történt most? Nem, mit csinál? De látja, ez az energia. Ez, tessék arra menni, mert ez baj. Nem, ez átalakulhat átokká. Adja vissza a feleségem! Hol a feleségem? Hol a feleségem? Ezt nem engedhetem. Elnézést. Tessék ki menni. Üljön le! Ezt nem engedhetem. Beszéljük meg! Az átok, nem akarom, hogy visszaszálljon magára. Kérem, adja vissza a pénzt. Most fel tudom szabadítani. Most fel tudom, egy átok kerülgeti. Egy átok kerülgeti önt. És most tudok segíteni. Na, Mika, ha nem még számolunk egyszer. Segítek. Jó, akkor nem számolunk. Hát ilyen még nem fordult elő az itteni stúdió történetében. Máshol már sajnos találkoztunk ilyennel, nincs ezzel semmi gond. Ilyenkor az szokott lenni, hogy lenyugszanak az emberek, az átok lekerül róluk, és egyből jönnek és bocsánatot kérnek, és szembesülnek azzal, hogy ez így nem volt jó, ezt így nem kellett csinálni. Jó napot! Szia! Szia! Ne haragudjon az előzőjén! Semmi gond nincs. Nem is volt feleségem, csak hülyeskedtem. Ja, jó, rendben. Jó, csak rendben. Egy videót forgattunk a barátommal. Jó, rendben. Bocsánat, csak ez volt a fogadás. Jó, rendben. Jó, viszlát. Tudják, nincsenek véletlenek, és minden okkal történik. Ez is bizony, igen, ez az univerzum, ez gyönyörű szép dolog, tudják. Hallgassunk a megérzéseinkre, mert minden beteljesül. Köszönöm, hogy telefonáltak, rengeteget kerestünk ma is. Ismét tele voltunk idiótákkal. Jövünk legközelebb. És akkor... sokolom! Mi van? Gyűrű rajtam van. Rajtam minden.